Simon János, 58 éves, a budapesti Veres Péter gimnázium matematika-fizika szakos tanára, már közel 30 éve osztályfőnök, két lány édesapja. A díjra több kollégája is jelölte, egyikük volt tanítványa, aki az ő hatására lett maga is matematika tanár. Kiváló pedagógiai érzékét bizonyítja, hogy tanítványai rendkívül eredményesek a matematika tantárgyból tett érettségi vizsgákon. Diákjait ott találjuk az országos matematika versenyek döntőiben Veres Péter és Alma Mater díjas Óbudai pedagógiai érdemekért kitüntetés birtokosa, a Mategye Alapítvány korábban az elmúlt 6 év legeredményesebb felkészítő tanárának választotta, a Graphisoft Alapítványtól megkapta a Magyar Matematika Oktatásért díjat, tehetséggondozó munkájáért idén Reményi díjban részesült. Rendkívül sokrétű személyiség, szaktanári munkáján kívül kivételes osztályfőnök. 10 és 18 éves koruk között terelgeti a gyerekeket, végig kísérve őket egy nagyon változó, érzékeny életszakaszon. Vallja, hogy a legfontosabb a közösség építése, egymás megismerése, és erre nagy gondot fordít, szabad idejéből áldoz, ezért diákjainak minden évben számos iskolán kívüli programot is szervez, hogy a gyerekeknek minél szerteágazóbb élményt és mintát adhasson. Szerinte minden, akár tantárgyi munka is ebből indul ki, hiszen a gyermekek készségeinek kibontakoztatása csak is a megismerésen és a jó kapcsolatokon alapulhat, s ő igyekszik olyan mintát adni a rábízott gyermekeknek magánéletéből is, amely az életben való boldoguláshoz elengedhetetlen. Általános iskolás, középiskolás korosztály, ez a legfogékonyabb, meg a legnyitottabb. És hogy annyi élményhez jut hozzá az ember ez alatt az idő alatt, hogy nekem ez tetszett, hogy ezzel a korosztállyal foglalkozzon az ember. Azt vettem észre, hogy ott sikerült még matematikából is sokkal jobb eredményeket elérnem a saját osztályaimnál, ahol sikerült egymást megismerni ez alatt a 8 év alatt. Vettünk egy házat az Zemplénben, az iskolának, akkor évekig jártunk építkezni, tehát kiástuk az alapot, falasztunk, betont kevertünk, és akkor nem is csak a saját osztályom, hanem az egész iskolából, akik jöttek a diákok, és az is például nagyon hasznos volt utána, amikor bementünk matek órára, hogy előtte együtt kevergettük mondjuk a betont, meg húztuk fel a falat. És egy kicsit más szemszögből is láttak bennünket, máshogy is álltak hozzá a tantárgyhoz is. Hogyha egyértelmű szabályok vannak, meg következetesen dolgozik velük, az ember szereti a diákokat, akkor a végeredmény az nagyon jó.